Tudom, hogy senki nem erre számított, de ez a gyerekkori legjobb barátom. Ha kíváncsiak vagytok, hogy jött létre ez a barátság, akkor nézzétek meg a videót. Lakom a témánál vagyunk, ez pedig a harmadik lecke. Ne feledjétek, ha tetszik a recept, iratkozzatok fel, ha kérdésetek van, írjátok meg kommentbe, ha pedig tanultatok valami újat, akkor pedig nyomjatok egy lájkot. Kocsonya az az étel szerintem, amit legalább 10 vagy 20 tányérral készítünk. A sertés alkatrészek már konyhabarát állapotban vannak, meg van pörzsölve, meg van egy picit mosva. Sertés csülök, hogyha egy nagy bumszli pecsét van rajta, akkor azt mindenféleképpen vágjuk ki, még mielőtt elkezdjük főzni. Itt már mellettem hát egy elég nagy fazék, forris benne a víz, úgyhogy jöjjön a belevaló. Sertéscsülök, egy sertésfül, egy sertésfarok, és természetesen a köröm. Ebből két darab, jó, hogyha hosszába ketté van vágva, vagy pedig darabolva van. A füstölt csülköt még az öreg szakácskönyvek is megemlítik, leforrázni viszont teljesen felesleges, hiszen félig meddig konyhakész állapotban van, csak főznünk kell. Egyedül a bántó fehérjék, amik a nyers hús felületen rajta vannak, ezeket csapjuk ki a forrázással. Soha nem lesz tiszta a kocsonyánk, és egyébként zárójelben megjegyzem, hogy a húslevesünk sem, hogyha nem forrázzuk le a húsrészeket előtte. Felforraltam a vizet, na jöjjönek azok a forrázott alkatrészek, most már jöhet a füstölt csülök is, és a 4,5 kg sertés alkatrészhez pedig 9 liter vizet használok. Ehhez a mennyiséghez egy kis picike sárgarépa és egy picike fehérrépa. Nincs kocsonya fokhagyma nélkül, egy egész fej, csak héjasan keresztbe félbevágva. Természetesen bors, nagyon-nagyon gazdagon, 30 szem jöhet hozzá. Vörös hagymát se pucolom meg, a félbevágott hagymát jó alaposan megpirítjuk, kicsit meg is feketítjük. 5-10 perc alatt meg is pirult a vörös hagyma, ilyesmi szint keresünk, mehet hozzá. A kocsonyámhoz bőven lesz időnk 6-7 óránk, mire be tudjuk állítani a megfelelő sósságot, úgyhogy nyugodtan óránként kóstoljunk rá, és pótoljuk, hogyha még szükséges. Most pedig elmegyek egy picit pihenni, és majd, hogyha már kellően kocsonyaszagú az egész lakás, akkor már körülbelül jó úton járok, akkor kezdem el csak szűrni. Nagyjából ez a 3 únyi el is párolgott a kocsonyáról, eszem ágába nem jutott egyszer sem, hogy pótoljam a mennyiséget. Néha-néha, ha van kedvünk, akkor a földgyűlemlő habot azt lekanalazhatjuk a tetejéről, de ezt egyszer-kétszer kellett csak megcsinálni. Lekapcsoltam a tüzet, és további egy órát pihentettem. Na most már lehet szétválasztani lére és húsra. Egy durva szűrő, benne egy langyos vízzel átitatott konyharuha, jöhet egy finom szűrő. Nem tudom, hogy mikor és hol, de valahol gyerek voltam, és ott úgy szőrték a kocsonyát, hogy egy kis szeletelt fokhagymát raktak a szűrőbe, és ezen keresztül csorgatták le a levet. Ezt most kipróbálom. És íme itt van a rezegős, vajpuha, csontjából kiforduló kocsonya alkatrész. Picit szétterítem, ilyenkor a csontokat el is távolíthatjuk. Kihasználom a kinti hideget, hiszen úgyis az ablakpárkányon fogom elkészíteni a kocsonyát. Körülbelül egy negyed óra, 20 perc alatt le fog hűlni annyira, hogy kézzel szét fogom tudni szedni, és uralkodok magamon, hogy ne faljam be az egészet tormával. Kézmelegre hűlt a kocsonya belső. Minden nemű csontot, porcot, számomra nem szimpatikus részt azt kihagyok, és csak azokat rakom félre, amit a tányérban szeretnék látni. A füstölt csülöknek a bőrét nem szoktam használni, nyugodtan kihagyhatjuk belőle. Jöhet az összes létező mély tányér, kimosott fagylaltos doboz, bármi egyéb, ami képes magába fogadni a kocsonyát. Arányosan szépen elosztom. Hús, füstölt, bőnyeges rész nyugodtan jöhet a tányérba. Jöhet az időközben hűvösre hűlt lé, följött gyönyörű szépen a zsír a tetejére. Én óvatosan ilyenkor ezt a zsíros részt el szoktam a nagyját távolítani, leszoktam merni, még inkább tisztább a levem, most pedig jó alaposan nyakon öntöm a főtt csülköt, bört és a cupákot. Elkészült a kocsonya, színéből
és az illatából látszódik, hogy tökéletesen sikerült. Sajnos azonban 24 órának el kell telnie, amíg be tudom fejezni. És régen nálunk gyerekkorban volt egy szokás, hogy a nagypapa beköltözött a kamrába és őrizte a kocsonyát, néha elkergetett engem, meg óvta a mechanikai sérüléstől. Én is így fogok tenni, ki fogom várni ezt a... És el is telt a 24 óra, elkészült a kocsonya, úgyhogy gyorsan be is fejezem, hogy minél előbb be tudjam habzsolni. Szoktam aprítani egy kis finomra vágott lilahagymát, csipet só és cukor, egy kevés ecet, hogy a kocsonyának legyen egy kis sav, ebbe szoktam belerakni a fűszerpaprikát, és kvázi egy ilyen pácolt, marinált, savanykás, édes kis lilahagyma az, ami rákerül a kocsonyára. Fogyasztás előtt a frissen őrölt bors az mindig kötelező, úgyhogy ez jöhet gazdagon. És íme egy lehetséges módozat. Önfeledten lehet habzsolni. Kínálunk még hozzá tormát, citromot, tényleg amit csak szeretnénk. Remélem, te is annyira élvezted ezt a Lidl Online Főzőiskola epizódot, mint én. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Ha kíváncsi vagy a többi receptemre, vagy tanulnál még tőlem, iratkozz fel. Szenvedéllyel, ízélménnyel és technológiával várlak a következő epizódokban is. Válogass a képernyőn lévők közül. Ott találkozunk.